Hamarosan kezdődik. Forte jelenleg rank 1, azt nézem 1856 ponttal, akit érdekelne. 1800. Eléggé brutálisnak mondható a srác. Na de nézzük akkor. Ja, már töltünk is. Így van, töltünk is. És hát akkor nézzük. Kérem szépen a bemondó na, új ember szerepét. Na, 12 óránál NFT Breach-et láthatjuk. Rózsaszín színű terránként, most már bezzeg rózsaszín. Míg zöld színű protoszként Affi Fortét. Én is kezdnek perekedni. Zöld színekben Affi Fortét, protosz, igen. 9 óránál. És ezt hát... egy kicsit elakadtam, és megint close position. Megint és az. Close position, ami nagyon brutális, amit említettél. Rocker Danas, egyet pure play, én meg azt mondom. Na, szóval a close position, amiről a srácok jelenleg még nem tudnak, és ez gondot is okozhat, főleg itt ugye falazásnál Bish észre, hisz ha nagyon korán betámadja ugye stalkerekkel, pár darab zeottal Forte, illetve ez fordítva is gyorsan végbe menő játék lesz, nem hiszünk előre a medvebőre, én ezt csak így tippelem előre, hogy nagyon gyors lesz ez a game. Meglátjuk, meglátjuk ki fog nyerni, még most fedezik fel egymást, ahogy látom Forte fogja, de hát Breach ebből rögtön lesz, hogy eléggé korán érkezik meg az a prób hozzá, és Breach keresztbe, keresztbe nem, deri, még de nem, se. Jó, jó, még okos, se. Okos, tudja, lehet, látta, hogy eléggé túl gyors volt ahhoz, hozzá. Hogy vagy csak valami csízre számít, tudod, de igen. Na de most kíváncsi leszünk, most mind a kettő játékos tudja close position. Ezt most megszülték, close position van, nézzük. Azt mondja, én két gate fast expanet tolok, early pusht is fogod, de echoed is van, ez Synaptic írta, köszönöm szépen ezt az információt Synaptic-tól. Azt mondják, másik center. Állás az micsoda, közben amit beírtam. Center 1-0 Máté ellen. Máté ellen, jó, van ez újabb információ. Hát és közben az ezeket. A... SCV szedegeti azt a pylont szépen. A shieldet mindjárt le fogja kapni. Volt már ilyen egyébként precedens, hogy ez ZVP-ben volt anno, hogy lehet talán még a Benchizy félben is benne volt, hogy leszette a pylont. Le, nem mondtad. Leszette a pylont, nem figyelt oda. Nem, ilyenkor el szokott menni, miután leszette a shieldet. Nem tudom, hogy miért mennek el. Nem tudom én se. Felderít, hát most azért, hogy itt elkezd deríteni, hát mindenképpen derítés, hogy nem dugott el le valamit, azért persze, jobban körbekézi, vagy patrolozni. Persze, van egy pylon a base-en, úgyhogy megnyugodhat. Így van, és ugye készül, egy darab zeot érkezik, nem tudom, az egy darab zeot elindul-e, nem indul-e, viszont ugye ott a bunker, amiről beszéltem, elindul, és ugye a szokásos két darab raxos nyitás Breach részéről, és az hová megy, az zealot, azt hittem, ja, körülbenézett, azt hittem, hogy elkezdi verni majd ott a rockot, és akkor expandol majd és egyébként akár az egy jó durva súnyi expelés lenne. Hát az biztos. Viszont jön ugye a másik gáz, kíváncsi leszek. Akár egyébként ezen a mappon meg lehet csinálni egy olyan támadás, egy ilyen egybézes, amit White-ra szokott csinálni, most mindig White-ra fogok jönni most egyébként, bocsánat. Á, nagyon sok White-ra streamet nézek egyszerűen. White-ra szokta azt csinálni, egy Warpriest dropot csinál. Egy darab immortált, ha jól tudom, beletesz, vagy kettőt, nem tudom, hogy olyan szokta. Egy darab immortált, és bedroppolja, és ugye ezzel ottokat rád dob. És ezáltal ki kell mozdítani a seregét ugye előről a bunkerből, hátra viszi a sereget, és előről támad. Máté vs. Stunter 1-1, ez gyors volt. Máté valami kis cheese-it csinált valószínűleg, sajtot. Cheese-itek. Special Cheesy Tactics. Purple közben has left the game. Szerintem ő megnézi azt a meccset, úgy néz ki. Az impostor. Na de elkészült a Robotics Facility és a harmadik gate is úton van már, illetve a Warp gate is kész. Na nézzük, kíváncsi vagyok, hogy Warp Prism lesz. Bitch, nem, Immortal. Egy Starportot épít. Hát a kettő Starport kettő, ó, oh, Banshee! Na nézzük, ez akár Banshee lehet, és ennek nagy valószínűsége is van, dupla Banshee. Hűha! Kemény lenne. Hű, a valami érdekes build ez. Nézzük, ki jön az Immortal. És Robotics B, atya úristen, mik lesznek itt egybézről? Jézus Mária. Jézusom. Ja, pont ezt tanította nekem Dexia, amúgy ezt a trükköt.
Hogy? Ezt a B-ot tanította Dexi nekem, amivel nem nyertem. Jó, biztos azért, mert én nem tudtam rendesen megcsinálni. De micsoda, mondjad. Hát ez két gateway, robó, és utána a harmadikat rakja le, és ahogy kész van a robó, utána a B-t rakja le mellé. Értem. Jó van. Mert egy elkezdtem mondani, hogy ezt tanított a Dexi, de hogy mit, de és akkor hát most már legalább tisztában vagyunk. Hát ezt a B-ot, amit Forte csinált, hát ez, ezzel kapcsolatban mindegy. Hát de mondjuk el, hát azért nem közvetítünk, hogy elmondjuk. Na, de közben készül a Banshee, viszont van Observer, úgyhogy ez így már kicsit nyomatékos. A Banshee és egy darab Raven, ami jó lesz. Ez jó, jó kis kompozíció lesz. Viszont egy darab Colossus már érkezik. Nem megy közel, a Robotics Facility-ből. Nem fogja látni, de bemegy. De meglátja azt, nem buta az Forte, felfedezi. Hát, jó. Én nem lát, tudja, hogy a Banshee ezt tudja, volna. Ezt nem buta. Forte pedig itt az X-Men csücsül egy drónnal. És van, és megy körbe derítgetni. Kész is az minden. Első koló. Nem nagyon jó. És hamarosan. És van, és most fog talán támadni? Hát lassan már, ott tartunk. Push time. Nézzük, hát ez nagyon egybéz lesz Breach részéről, ez mindenképpen igaz. Nagyon egybéz special taktik. És... Így is van. Jaja. All in. Jön itt az all in. Úgymond az... Hát all innek nevezhetjük azért. Hát ez all in. Ma adok ott van economy. Új, készül másik oldal a Stargate, illetve egy viking is érkezik. Húha. Zelot, két Zelot, miért tuti azt az aranya? Az... Hát... Sunyex miatt. Azt tudom, de az 200 minerál, két Zelot. Hát csak úgy ott van, messze. Csak úgy ott van, viszont ott készül egy bunker. Ajjaj. Ez szépen felépítkezős lesz. Ó, kevés a stalker, az a legnagyobb. Ajjaj, Banshee, le is fogja. Ajjaj, le is fogja az abzalba. Ez érdekes lesz, még csak most készült el a Stargate, és jönne már... Phoenix, azok viszont gyorsan kijönnek, úgyhogy meg lesz ez azért Forte. Karabusza, persze. Hogy na most fel tud menni? Így fel tudna menni, most már nem. Most már visszaért Forte. Most már nem, majd fel tud menni. Opa. Viszont a kolóhoz nem készül az Iszendi Thermalens, ugye azért mert jön a Phoenix. Na nézzük, na, nézzük mi lesz. Fölment, ujjaj, na most mi lesz? Most ebben a pillanatban letevődött a Pony Defense drón, ami kiszedik ugye a Stalkerek lövéseit. És a koló még mindig darál, rendesen darál a koló. A kolót megpróbál kiszedni, kifókuszálni. Ajjaj, szépen kis a kolót, tudta fókuszálni. Na most mi lesz? Atya úristen. Visszaveri a támadást, visszaveri a támadást. Forte, szép. És az Immortálnak előre kéne igen, mennie. Nem. Előre ment az Immortál, leszedegeti. Hát, ezt mégiscsak sikerült visszaverni a Forténak. Már elég húzós volt, és igen, a Phoenix az még mindig szereget, bár most... Ajjajjaj, visszaveri! Eszméletlen és ott a Sunyex, ott a Sunyex közze aranyon. Ajjajjaj! Mi lesz most ebből? Kérdez az exp is, az szép. Azt láttad, hogy miket mikrózik néha Forte? Nagyon brutálisan játszik, tudod, persze. Tehát még egy próbot is úgy el tud kattingatni, hogy tényleg én ezt még nem is láttam, hogy úgy tudnak kifordulni a próbok meg ilyenek. Slide-olnak, driftelnek a próbok. Ja. És hát igen, ez Breach-nek ez nem jó. Hát most jelenleg nem, az elkezdő az Alexpon is elindul, onnantól kezdve tényleg nem lesz jó neki. Főleg úgy, hogy körülbelül ugye semmi próbot nem veszített ugye Forte, míg majdnem ő a fele SCV-jét elveszítette. Igen, hát... SCV-nek a felét. És hát kész az X közben, kész az X. Be így megsugom, készen van az expont. És le a supply block nem lesz abból, hogyha lesz a két darab supply depotot. Hát abból még nem lesz supply block, de lényegesen kevesebb az egysége Breach-nek, mint Forte-nak. Ajaj, nézzük. És most érkeznek meg. És most innentől kezdve az inkámot megnézzük. Igen, pontosan már be is kapcsoltam. Brutális inkámnökkedést fogunk majd mindjárt látni, így is van, hát ezerre felment. Szépen, az még feljebb fog tónálni 1200-ra. És hát innentől kezdve
új, hogy is mondta, fogalmazni, nyert ugye van jelenleg Fortinak is, most innentől kezdve beindul az ekonomi gyártás, jönnek a kolosszusok. Hoppá, itt egy dropot láthatunk, négy Marauderre. Hát ez egy ilyen próbálkozás, az akár le is de még a pylon se szedte le. Ááá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 
ha nem volt. Jön ki az a koló még... Hát... Az még kellett volna. És akár... Akár bevállalhatna még egy expandot is egyébként, most viccen kívül Forte. Akár... Ezt bevállalhatna még egy expandot, nagyon felgyűlt a minerálja. Dobhatna még egy expandot le egyébként. Brice nem tudja, hogy mennyi expandja van jelenleg. De azt hiszi, hogy egy darab expandja van még mindig Fortének, nagyon durva. Vagy talán... De sajnos ez nem így van. Hát lehet, próbál valami kipelj, viszont... Mert, hogy itt nincs. Meg nem is Breach próbál jelenleg belíteni. Minden gyárt most jelenleg egy base-ről, amit tud. Mert Breachnek van légi ereje, tehát van neki medivekje, van Banshee-je, de egyiket sem küldte szét. Tehát nem reméli azt, hogy valahol kinindzsázott. Ha számítana rá, hogy kinindzsázott Forte, akkor már megindult volna Banshee-vel az deríteni. Hát persze! Ami azt viszont hiszi, a legnagyobb baj része, hogy ez csomószor azt látom, hogy olykor elfelejt a felfedezést, szóval így megrökönyödik. És olyan mondtam, ott készül, ahogy be is vállalt. Kettő textel majd extra-re úgy nézni Forte. Már üti ki a követleitől. Lehet, hogy csak oldalról akar bemenni, vagy... Hát meglátom. Lehet. Na. Jön a Blink, illetve az X-Tenny Thermalence, és megnéz... Nem, ezt szerintem csak azért bontott el, hogy megnézze, és hoho, most jön az Olin. Aha. Most ez már a második úgymond tényleg, nagy Olinja. Már nem maradt semmi SCV, meg nincs is mit szedni most már. Így is van, nézzük, hogy ebből mi fog történni, mi fog kisülni. Hűha, na most indul be a támadás. Nézzük, bujkálgat, olyan a főnixeket vissza kell húzni. Kijöttek, de nem volt valami jó. És most indul a támadás, jaj jó az ilyen EMP! Nagyon szép EMP. Nem tudod, nagyon szép Micro, nagyon szépen Microzik Breach. Na, akár ezt meg is nyerheti, hogy Jézus Mária. Most visszahozza a kolosszusok, nagyon sokat szednek. Á, nagyon sok koló van még így is, még fönn van a pajzsuk kettőnek. Egyet letterett, és talán még egyet. Ajaj, na de visszaveri valahogy. Vissza... Ah, na és már így a... le tudja szedni mindkét kolót, viszont elkészült két foton kanon és vissza ajaj, kell mennie. A kolót vissza kéne úzni, igen, hát kész a Mikro Bristol, csak az a baj, hogy ő már nem tud új egységet csinálni, mint Forte. Mert Forte hozza, mint a jó isteni mitokat. És oda kéne blinkelni, és GG ott a GG. És így 2-0-ra ráteszi, és ami következőt nyeri Forte, akkor ő van a Grand Final-be. Vagyis neki hogyha ez B-O-5, ez most nem tudom, hogy ez most mi. Szerintem ez bohá. Na jó, én lemegyek gyorsan valami ételért addig, míg elkészül a következő map.